Sziasztok! Juhász Nándor ceremóniamester vagyok. Én azt vallom, hogy az esküvő szervezés az első lépéstől az utolsó pillanatig olyan, mint egy felejthetetlen utazás. Egy felejthetetlen utazás, mely teli van élményekkel, izgalmakkal és megismételhetetlen pillanatokkal. Akkor tudjátok ezt az utazást maximálisan kielvezni, hogyha az esküvőtök szervezésének az ütemezése jól fel van építve. Ehhez fog segítséget nyújtani az Esküvő Projekt című videósorozat. Biztos vagyok benne, hogy sok mindent csináltatok már közösen, de feltételezem, hogy esküvőt még nem szerveztetek. Meghívott szolgáltatói kollégáimmal arra fogunk törekedni, hogy minél több hasznos tanáccsal és tippel lássunk el titeket, hogy olyan legyen az esküvőtök, amilyennek azt megálmodtátok. Mai vendégem Csongrádi Tamás, esküvői DJ. Sok szeretettel köszöntelek, Tamás, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, Nándi! Én pedig azt köszönöm, hogy itt lehetek, és egy picit bemutathatom azt, hogy hogyan is működik egy lakodalomban a DJ, mi a szerepünk, és pontosan hogyan épül fel a párok nagy napja. Egy online árajánlat kérőbe mik azok a fontos információk, amit le kell írniuk az ifjú pároknak, hogy a DJ, a zeneszolgáltató 100%-os felelősséggel tudjon árajánlatot adni? A legtöbb megkeresés most már így online formában érkezik, akár egy e-mailben, akár a Facebook oldalamra történő üzenetküldésben. Ilyenkor ugye a menyasszonyok, mert leginkább ők kezdik ennek a szervezői részét bonyolítani, leírják, hogy mi az a dátum, amikor egybe kelnének, és a nulladik lépés az ugye az, hogy időpontot egyeztetünk. Ezt követően én felteszek kérdéseket, mi lesz a helyszín, körülbelül milyen létszámú vendégseregre lehet számítani, ez nagyon-nagyon fontos. És hát vannak még egyéb kérdéseim is, például az, hogy szükség van-e rám olyan minőségben, hogy szertartást is hangosítsak, mert azt gondolom, hogy egy mindenre bevethető DJ ezzel is tud és képes és szeret foglalkozni, és érdemes még leegyeztetnünk az ő külön technikai igényeiket is, akár a szertartás hangosítás vonatkozásában hang, illetve fénytechnika terén. Én mindig azt tanácsolom az ifjú pároknak, hogyha bármilyen esküvői szolgáltatót keresnek, legyen az fotós, videós, DJ, zenekar, mindig kérjenek referenciát, mindig kérjenek bemutatkozó anyagot. Egy DJ esetében mi a referencia? Nagyon-nagyon fontos az, hogy a párok lássák, hogy milyen stílusú DJ érkezik az ő nagynapjukra, és hogy ez találkozik-e az ő igényeikkel. Azt hiszem, hogy a legjobb referencia az az, ha egy ajánlás útján jutnak el hozzám, mert akkor már vagy vendégként ott voltak egy korábbi lagziban, ahol mondjuk dolgoztam, vagy olyan jó dolgokat hallottak rólam, ami alapján én azonnal szimpatikus lettem nekik. Ez az első dolog, amit kiemelnék. Szintén fontos referencia lehet még mondjuk egy zenés mix, ami elérhető az interneten. Ebből már nagyjából látják azt a zenei stílust, amiből az adott DJ merítkezik, de ehhez fontos hozzátenni azért azt, hogy egy jó lakodalmas DJ nem magának játszik, hanem a közönség, illetve az ifjú pár igényeit veszi elsősorban figyelembe. Ennek okán szinte minden zenei stílusban otthon kell lenni. Jó referencia lehet még egy-két kiválóan elkapott pillanat, bulikép, vagy épp egy buli videó, mondjuk a pár nyitótáncáról. Mennyi megbeszélés szükséges a nagy nap előtt? Hát most már ugye szerencsés helyzetben vagyunk az online világban, mindenkit el lehet érni másodperceken belül, de nagyon fontos a személyes kontakt. Az első megbeszélés az akkor történik, amikor engem ugye megkeresnek, ekkor én azonnal javaslom, hogy egyeztessünk egy olyan időpontot, hogy ne csak e-mailben vagy a Facebookon kommunikálhassunk, hanem üljünk le egy kávéra, és beszéljük meg az igényeket. Ez az első és talán legfontosabb megbeszélés, ha itt kialakul a kölcsönös szimpátia, akkor mehet tovább a dolog a lakodalom irányába. Ezt követően, ha itt egyeztettük a párral az előzetes igényeket, akkor tudunk tovább haladni akár online, megbeszélve a közben felmerülő dolgokat, amik kialakulnak a nagy nap tervezésének vonatkozásában, mert mondjuk egy évvel a lakodalom előtt még egyáltalán nem kristályosodik ki minden dolog. A második találkozó, amit én mindenképp szoktam javasolni, az akkor legyen, amikor a lakodalom tárgy hetében vagyunk. Mert akkor már minden részlet tiszta a pár számára is, mi pedig újra elejétől a végéig át tudjuk beszélni a forgatókönyvet, és ha esetleg közben igény mutatkozik még egyéb technikai jellegű dolgokra, vagy épp zenében kell módosítanunk, akkor arra is ki tudunk térni.
Milyen zenékkel kell készülniük az ifjú pároknak? Vannak ugye kötelező etüdök a lagzikban, ilyen egy nyitótánc. Ez lehet akár egy klasszikusabb vonal, vagy lehet egy zenés mix, aminek az összevágásában, összeállításában mi is tudunk segítkezni. Így, ha mondjuk a pároknak nincs azonnali ötletük a kötelező dalok vonatkozásában, akkor én akár javasolni is tudok nekik szerintem hozzájuk illő dolgokat. Ez egy nagyon fontos rész. Fontos lehet még mondjuk a torta zenéje, amikor megérkezik a mennyasszonyi torta, az egy igencsak ünnepélyes pillanat. Aztán nyilván a lakodalmak típusa válogatja, ott lehet például a sorban a gyertyafénykeringő, ami hangulatos dolog, és ahhoz is egy emelkedett ünnepélyes dalt lehet javasolni. De csak hogy visszakanyarodjak mondjuk a vacsora előtti pillanatokra, amikor már bent ül a nász nép a teremben, és megérkezik az ifjú pár, akkor is egy pörgős dallal azonnali hangulatot tudunk csinálni. Ezeken mi mindig át szoktunk menni a párokkal, és mindig meg szoktuk beszélni, hogy mi az, amit ők gondolnak, és esetleg én mit tudok még hozzátenni. Amikor találkozok a párokkal, és mi is beszéljük a zeneszolgáltatókat, beszélgetünk az igényeikről, akkor gyakran találkozok olyan ifjú párokkal, akik azt szokták mondani, hogy azt kérik a zeneszolgáltatótól, hogy mulatós zenét ne játszon az est folyamán. Mi a tapasztalatod? Ez egy helyes út? Ez egy gyakori út, most az elmúlt nagyjából 8 év tapasztalata alapján már tudom mondani, hogy egy igen gyakori kérés. Nem vagyok ennek ellene azért, mert úgy gondolom, ha DJ-t hívnak egy lakodalomba, akkor nem csupán az az elvárás, hogy a megszokott lakodalmas vagy mulatós nótákkal találkozzanak, és mivel mi igen nagy zenei repertoárból dolgozunk, ezért át tudjuk hidalni azt az időszakot, amikor mondjuk mulatós zene kellene, teljesen más stílusú dalokkal. Ha egy picit gondolkodik a pár, vagy vonakodik, vagy nem teljesen tudja, hogy hát kellene mulatós, vagy nem kellene, Tamás, te mit mondasz? Akkor én azt szoktam javasolni, hogy azon vendégek kedvéért, akik mondjuk idősebbek, vagy ezt a stílust kedvelik, legyen egy kisebb blokk, vagy mondjuk a menyasszony, vagy menyecske tánc ideje alatt játszunk mulatós zenét. Mert akkor ők is megkapják azt a dalsorozatot, amiért lehet, hogy sokkal-sokkal jobban fogják magukat érezni. És például a vacsora ideje alatt milyen zene szokott szólni? Úgy hiszem, hogy a vacsora ideje az az egymással való megismerkedésé, az asztaltársaságok összekovácsolódásai, illetve hát a két család rokonainak, barátainak összeismerkedésé. Szól a vacsora alatt zene, mert nem lehet az, hogy teljes csendben ülünk. Én oda nagyon elegáns, ilyen swinges, sanzonos, lounge-os dolgokat szoktam javasolni, ezt mindig egyeztetve az ifjú párral. Szóval gyakran kérdezik tőlem, hogy mi a véleményem az esküvői DJ-kről. Én természetesen mindig megosztom a párokkal a tapasztalataimat. Azon gondolkodnak, hogy zenekart vagy DJ-t válasszanak. És át szoktuk beszélni a zenekar előnyeit, illetve hátrányait, és ugyanígy ugye a lemezlovas előnyeit és hátrányait. Neked mi a tapasztalatod? Lehet, hogy most az első mondatban egy picit magam ellen beszélek. A zenekar egy nagyon-nagyon autentikus dolog. Nagyon jól néz ki, amikor húzza a bőgős, játszik a szintetizátoros és ott az énekes, és pörgetik a lakodalmi hangulatot. Azt azért tudni kell a pároknak, hogy a zenekar egy sokkal magasabb árfekvésű kategória, legalábbis a minőségi zenekar, mint a DJ, aki ugye egy személyben érkezik. Ha jó a zenekar, akkor van nála mindenféle zenei stílus, de vannak olyan szintén jó zenekarok, akik viszont csak egy stílusra specializálódtak, nyilván ugye a lakodalmas mulatós vonalra. Ez egy idő után tud egyhangúvá vagy monotonná válni, főleg a fiatal 20-30 évesek számára. Úgyhogy ilyen esetekben mondjuk célszerűbb lehet egy DJ-t választani, mert mi le tudunk játszani lakodalmas mulatós zenéket, illetve aztán később, ahogyan halad előre az este, és mondjuk lesz hajnal 2-3-4 óra, az idősebbek már elfáradnak, akkor tudunk váltani akár napjaink zenéire is. Mindig azt szoktam mondani az ifjú pároknak, hogy egy DJ soha nem fog élőbe zenélni, viszont soha nem lesz hamis. Tehát vannak előnyei meg hátrányai. Viszont nagyon fontos a hangerő beállítása. Ez egy gyakran felmerülő kérdés, mert van, aki nyilván azért érkezik a lagziba, hogy beszélgessen egy jót, és mondjuk kevésbé táncos lábú, lehet, hogy fél óra után kifárad, és szeretne a rég nem látott rokonával pár szót váltani, őt zavarni fogja a zene, aki viszont a tánctéren tombol, azt szeretné azt teljes erővel megtenni. Nagyon fontos a lakodalmi helyszín előzetes ellenőrzése. Megnézni a terem adottságait, azt, hogy hova helyezzük el a hangsugárzókat,
milyen méretű hangsugárzókat válaszunk, ez függ attól, hogy mekkora a terem, körülbelül mekkora lesz a násznép, ezért kérdezem ezt meg mindig a párral való egyeztetéskor. És egy jó DJ azért folyamatosan figyeli a közönség reakcióit. Nem csak azokét az emberekét, akik éppen bent táncolnak, hanem azokét is, akik mondjuk a szélén ülnek. És akkor el kell kezdeni gondolkodni, hogy vajon ő miért ül ott. Lehet, hogy semmilyen dalra nem fog bejönni, amit én mondjuk beszerkeztek, és így teljesen mindegy, hogy kétszer akkora hangerővel szól, mert őt zavarja, akkor egy picit mérsékelni kell a hangerőt. És oda kell arra figyelni, hogy azok is jól érezzék magukat, akik éppen nem a táncol miatt érkeztek. Mindig megkérdem az ifjú párokat az eskü előtti utolsó megbeszélésen, hogy meséljék el nekem, hogy van esetleg bennük bármilyen stressz vagy félelem a nagy nap kapcsán, mert ugye ez az a pont, amikor azt még meg tudjuk oldani, ki tudjuk űzni belőlük, és gyakran azt mesélik, hogy van egy olyan kép, hogy szól a zene és senki sem táncol. Ebben az esetben mit tud csinálni egy jó esküvői DJ? Juhász Nándor ceremóniamesterrel kell dolgoznia, mert ha a ceremóniamesterrel összehangoltan megy a munka, akkor az esetleges ilyen szüneteket át tudja hidalni a ceremóniamester egy játékkal. Ez már talán egy nagyon végső-végső megoldás. Ha mondjuk DJ-ként azt tapasztalom, hogy nem olyan mennyiségű ember van a tánctéren, akit mondjuk szeretnék, mert sokan a bárnál vannak, sokan az asztalnál könyökölnek, akkor bizony erősen el kell gondolkodni azon, hogy ez-e az a zenei vonal, amit követve tovább kellene haladjak, vagy épp játszak egy retrósabb blokkot, esetleg egy latinosabbat, vagy váltsak napjaink slágereire. Nincs két egyforma lakodalom, és épp ezért nem azt csinálja a jó lakodalmi DJ, hogy egy előre generált playlistből dolgozik, hanem folyamatos kontaktban van a közönséggel. Beszéljünk még egy kicsit a fényekről. A megfelelő diszkófények kiválasztásának, illetve a helyszínen telepítésének és helyszínre hozásának feladata az a DJ-é és az őt segítő technikusé, legalábbis az én olvasatomban. Nem hiszem, hogy elvárható az ifjú pártól az, hogy egy értsenek hozzá, kettő ezért még plusz pénzt fizessenek. A tánctérre vetítő, elegáns, különböző színű, a zene ritmusára dolgozó fényes motivumokkal vonulunk fel, és nyilván a pár igényeit figyelembe véve ezt ki tudjuk egészíteni füstgéppel, ködgéppel, diszkógömbbel, tulajdonképpen amit csak szeretnének. Úgyhogy a tánctéri fénytechnika az én olvasatomban abszolút a DJ megoldandó feladata. A nagy nap szervezésekor egy nagyon fontos pont, amikor az ifjú pár az esküvői költségvetését összerakja. Körülbelül mondjuk egy tollig mennyibe kerül egy esküvői DJ? Ugye beszéltünk néhány perccel ezelőtt azokról a tényezőkről, amik alapján felépül egy lakodalom, egy esküvő. Szertartás, hangosítás, hol van maga a szertartás, már a lagzi helyszínén, vagy esetleg az önkormányzatnál, a városházán, stb. Ez mind elképző dolog, erre mindig rá szoktam kérdezni, hogy én is már fejben egy körülbelüli költségvetést össze tudjak rakni az ifjú pár számára előzetesen. Aztán ezt lehet tovább fűzni egyéb extra igényekkel, legyen ez mondjuk több vezeték nélküli mikrofon, vagy bármi, ami felmerül. Szerintem itt a mi körzetünkben egy jó esküvői DJ árképzése nagyjából 140-150 ezer forinttól indul, és a határ pedig nem a csillagos ég, hanem az az elképzelési szint, amit a pár belő és kiválaszt magának. A nagy nap előtt általában mindig van egy kellemes drukk az ifjú párokba. Mit javasolsz a mennyasszonyoknak, vőlegényeknek, hogyan csökkentsék ezt a pici stresszt? Ha ez egy kellemes drukk, akkor ez egy nagyon jó dolog. Egy egészséges adrenalin vagy dopping az sokkal jobbá teheti az ember kedvét. Ha ez átcsap feszengésbe, és hát elsősorban azért a mennyasszonyok körében tapasztalom azt, hogy egy picit túlaggódják, hogy tényleg minden elvágólag rendben legyen, jó legyen a ruhám, a sminkem, ne roncsam el a táncot, minden legyen úgy, ahogy kell. Ha ennyire ráfeszülnek a nagy napra, akkor azt fogják érezni majd hajnal 3-4-5 órakor, hogy hát eltelt ez a nap, de hogy minden pillanatára ráizgultam, és csak úgy elszállt. Picit próbálják meg közhelyben megélni azt, ami éppen akkor történik. Most eldobom a csokrot, most kezdődik a nyitótánc a párommal, stb. Érezzék jól magukat. A násznép nem azt fogja nézni, hogy a nyitótáncnál a harmadik lépés vagy a dobás nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, mert egy, most látják először, kettő, ők is azért vannak ott, hogy éltessék az ifjú párt. Úgyhogy próbáljanak meg egy picit lazítani, beszélgetni mindenkivel, ha van kedvük, akkor icogatni is, kocintani, mert ettől ők is sokkal nyugodtabbak lesznek. És nálad, Tamás, hogy kell elképzelni a nyitótánc után általában, milyen zenékkel szoktál kezdeni?
Ugye nyitótáncról hát nagyjából kétféle kép élhet, lehet a klasszikusabb vonal, vagy lehet egy viccesebb, pörgősebb dolog. Ha mondjuk az a pár kimondott kérése, mert ilyen is van, hogy a nyitótánc után szeretnék a szüleiket megtáncoltatni, akkor nem rögtön csapok bele a lecsóba, hanem mondjuk még egy elegáns keringővel ezt a pillanatot, vagy ezt a 2-3 percet ünnepélyessé tudom tenni. Egyéb esetben viszont igyekszem mindenki számára ismert, pörgős, és inkább az elején retrósabb kedvencekkel indítani az estét, mondjuk egy jó kis Hungáriával, vagy bármilyen más rockival, amit úgy sokan kívülről fújnak, énekelhető, táncolható, és egyből ilyen nagyon jó kedve lesz tőle az embernek. Aztán figyelek a reakciókra, ahogyan már ezt mondtam, és próbálom úgy alakítani az est további zenei folyamát, hogy a lehető legkevesebben üljenek vissza a helyükre. Ha tetszett a videó, akkor kedveld a Facebook oldalamat, iratkozz fel a YouTube csatornámra, és kövess az Instagramon. Hamarosan folytatjuk!